is fél évvel ezelőtt olvastam a Budapest Noir könyvet angolul. Nagyon érdekes volt nekem, mert már sokat dolgoztam itt, hogy a Budapest igazán egy karakter a regénybe. És az olyan szuper, és azt hiszem azért is tudtam rábeszélni a Keményi Ildikót, hogy csinálja meg, mert ez azt hiszem az első magyar filmjét, és egy nagy producer, mert itt forgatnak nagyon sokat, de mindig Franciára, országra, Párizsra, Moszkvára, szóval Berlinre, de igazán nincs sok film, ilyen nagyobb film, ami igazán csak Budapestről szól, és az nagyon tetszett nekünk. Mikor először elfogadták a forgatókönyvet, ami a Szeker András írt, akkor kezdtünk már castingolni, és nagyon-nagyon sok színésszel találkoztunk. Így került Gordon. Gordon. A Gordon egy olyan karakter, majdnem mint egy amerikai olyan detektív. Nem egy detektívot játszik, egy újságírót játszik, de nagyon megy utána ez a lány, hogy miért ölték meg ezt a lányt. Zsigmond, a 10 perce másfél órája letelt. Már csak egy perc. Ah, ezt mondta éjfélkor is. Mindenki azt mondta, hogy nincs ilyen színész Magyarországban, és igazán Krisztiánt megtaláltunk. Ő volt az egyik legutolsó ember, aki bejött, és akkor csináltunk ilyen screen testet, és ő nagyon, nagyon jó volt, ő volt a Gordon. De mit szeretsz a legjobban a Gordonban? Én azt szeretem, mert vidám. Vidám? Igen. És azt szeretem, hogy jóképű. De most ne rólam beszélj, hanem a Gordonról. Ahogy dolgoztunk, nagyon sokat figyeltem a színészekre. Mikor már kész volt a díszlet, kitaláltuk, hogy hogy legyen fölvéve, akkor mindig őre figyeltem a legtöbbet, hogy ők mit csináltak, mint karakter. Mindig próbáltam velük beszélni, figyelni, adni nekik egy kis tanácsot, de nem olyan sokat, mert mindenki nagyon tudta a karakterjákat. Ez még mindig megvan. Emlék egy régi ismerőstől. A Török Francesca, aki játssza a Fánit, ő is bejött egy castingra, és olyan megható volt, mert ő igazán van az egyik első jelenetben, hogy azt mondtam, hogy nézd, hogyha akarod csinálni, tudod ezt csinálni, akkor tied. Láttad? Ez én korosszágy. A Kulka János, ő is bejött castingra, de már ismertem, már láttam sok filmet róla, ő nagyon értette, hogy ki ez a karakter, és azt hiszem, az ő karakterje sokkal más, mint a regényben, mert a regényben egy igazán egy kemény, nem jó ember, és a Kulka, ahogy játszott, és ahogy próbáltuk kitalálni, hogy egy kicsit komplikáltabb legyen, mint az, csak hogy valaki csak pénzt akar, és nem törőd semmivel. Angel, what do you know? Mit tesz Őrös Jandás? Az új klub tulajdonos. Kér inni? Inkább egy bourbont, ha van. Nálam minden van. A Dobó Katát ismerem már elég régen, mert én voltam a vágó miniszter félrelépen 20 éve, és együtt dolgoztunk a Szabadság szerelmen, és jó barátnőm, és szerintem nagyon tehetséges. Nagyon örültem, hogy elfogadta a szerepet, mint a Madame, és nagyon-nagyon jó a filmbe. Inkább boxolni menjünk, ne teniszezni? Jó, be lehet melegedni. Az Eleme Ragai, én már dolgoztam vele. Csináltuk az Amerikai Rhapsody-t együtt, ami volt az első filmem, szóval nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon tiszteltem. És mikor igazán már tudtam, hogy lesz film, akkor már nagyon korán megkértem, és mindig találkoztunk, akkor volt egy jó 10 nap, hogy együtt ültünk egy szobába, beszéltünk, hogy mi legyen, hogy legyen. A Verebes Zoli, egy fiatal díszlettervező, aki a Ildikó ismert, és mindenki úgy félt, hogy jaj, ez 36, szóval nehéz volt, de ő olyan kreatív, és nagyon szépen megcsinálta, és az Elemi és ő nagyon jól jöttek ki. Izgultam, vagy másfél évig most már
Most már nem, most már nyugodt vagyok.